Jó estét kívánok, sok szeretettel köszöntök mindenkit. Ahogy itt Máté bevezette a témámat, egy olyan kutatásról fogok beszélni, ami jó példáját mutatja annak, hogy két egymástól rendkívül távol álló tudományterület, jelen esetben a gyakorlati természetvédelem és a genetika hogyan tudnak összekapcsolódni, hogyan tudják egymást szolgálni. Én a Magyar Természettudományi Múzeumban dolgozom, itt is a két értő és hüllőgyűjteményben, és ezt a kutatást együttműködésben végeztem egyrészt kolléganőmmel, Márton Orsolyával, aki a múzeumnak a molekuláris taxonómiai laboratóriumában dolgozik, illetve a Horvát Herpetológiai Társasággal. És itt rögtön felmerül egy fogalom, ami valószínűleg itt sok embernek nem ismerős, mi az a herpetológia. A herpetológia az a kétéltőek és a hüllők tudománya. Tehát aki a kétéltőeket és vagy a hüllőket kutatja, azt herpetológusnak szokták nevezni. Azt kevesen tudják, hogy a Magyar Természettudományi Múzeumban, amellett, hogy fantasztikus, állandó és időszakos kiállítások vannak, hogy milliós példányszámokat rejtő gyűjtemények vannak, még alapkutatásokat is végzünk, nagyon fontos alapkutatásokat. Többek között például a 2006 óta működő molekuláris taxonómiai laboratóriumban, ahol a labor megléte elmúlt 8-9 évében nagy részt ilyen herpetológiai témájú genetikai kutatások folytak. Hát tulajdonképpen így alakult ki ez a kutatási téma is, ugyanis a Horvát Herpetológiai Társaság megkeresett minket azzal, hogy segítsünk nekik a barlangi vakgőtének a gyakorlati természetvédelmi projektjében, méghozzá úgy, hogy egy bizonyos genetikai vizsgálatot elvégzünk. A természetvédelmi projekt ez arról szól, hogy minél több ismeretet gyűjtsünk a barlangi vakgőtének, ennek az endemikus balkáni fajnak, ami veszélyeztetett és védett, a állomány nagyságáról, hogy az élőhelyét meg tudjuk vizsgálni, hiszen rendkívül sok veszély fenyegeti, főképp a ember általi veszély, és azt tudjuk, hogy ismert állományai csökkennek ennek a fajnak. Célja volt, és továbbra is célja, hogy ugye kimutassa a fajt olyan barlangrendszerekből, amik az ember számára hozzáférhetetlenek, hogy kifejleszten egy hatékony monitoring rendszert, amivel nyomon lehet követni a barlangi vakgőtének a populációit, hogy létrehozzon egy kutatócentrumot, ahol befogott állatokon lehet a fajnak az ökológiáját kutatni, vizsgálni, illetve az egyik legfontosabb része ennek a projektnek, hogy bevonják a helyi lakosokat, és meggyőzzék őket arról, hogy bizony a felszín alatti vizeknek a védelme az nagyon fontos. Hát kicsit térjünk át arra, hogy miért is fontos, miért is olyan különleges ez a barlangi vakgőte. Barlangi vakgőte latin nevén Proteus anguinus, a proteidei családba tartozik. Azt kell tudni erről a családról, hogy 180 millió évvel ezelőtt differenciálódott, akkor alakult ki, viszonyításképpen korábban, mint ahogy a madarak megjelentek. A barlangi vakgőtének ezen a törzsfán látható, hogy a legközelebbi rokona, ez a Nectarus fajcsoport, amely Észak-Amerikában él, és ettől a Proteus 140 millió évvel ezelőtt vált el, tehát látható, hogy egy nagyon hosszú, önálló evolúciós múltra tekint vissza a faj. Miközben elmesélem, hogy miért is olyan érdekes ez a faj, hadd mutassak be egy kis videót. Jól látható, hogy ilyen megnyúlt, hengeres teste van, úgynevezett rogromorf jellegzetességei vannak, tehát a fény hiányában kialakulnak olyan karakterek, mint például a pigmenthiányos bőr, vagy visszafejlődik a szem, illetve úgynevezett neoténiás állapotban éli le az életét, ami azt jelenti, hogy egész életében lárva állapotban él. Azt is tudjuk róla, hogy extrém hosszú életet él, tehát több mint 100 évig élnek ezek az állatok. Az elmúlt évtizedek kutatásai kimutatták, hogy az átlag életkor a Proteusnál 68,5 év. 15,6 évesen lesznek átlagosan a nőstények ivarérettek, és 12,5 évente raknak le 35 petét körülbelül. Ez nagyon érdekes az ökológusok számára, és hát ha jól tudom, akkor összesen két olyan laboratórium van, Franciaországban és Szlovéniában, most mondják, hogy három olyan laboratórium van Európában, ahol ezt a fajt vizsgálják, és ahol az ökológiáját kutatni tudják. Itt látható a fajnak az elterjedése, kizárólag a Dinári-hegység alatti karsztrendszerben, annak a vizeiben él, barlangrendszereiben él. Ugye Olaszországnak a keleti csücskétől Montenegróig. És hát nagyon keveset tudunk a fajnak a pontos elterjedéséről, pontosan azért, mert ugye nagyon nehezen hozzáférhetőek ezek az élőhelyek.
Hogyan lehet hozzáférni, például úgy, hogyha az ember barlangi búvár, és lehetősége van lemerülni ezekbe a barlangokba, és ott meg tudja figyelni az állatot. Tehát ez az ismert barlangoknak, barlangrendszereknek csak nagyon kis százaléka, amibe be lehet jutni az ember által. Ezért a barlangi vakgőte élőhelyéből tulajdonképpen mi nagyjából ennyit látunk, egy kis forrást, vagy a barlangban a víztestnek a szélét, vagy esetleg egy tavat, ami a felszínre bukkan a felszín alatti vizekből. És hát itt látható egy barlangnak a keresztmetszete, hogy nagyjából hogyan néz ki. Ugye ez egy a Rupecsica barlangnak az átmetszete. Azt nem tudjuk, hogy a víz pontosan honnan jön ebbe a barlangba. Azt tudjuk, hogy van egy kisebb populáció, ami itt él a Rupecsica barlang első részében. Aztán a víz feljön a felszínre, majd újra lebukik a felszín alá. Itt van egy rés, ahol sajnos a helyi lakosság elég gyakran beleejt dolgokat. Például találtak már mosógépet, autó gumikat, úgyhogy ez a szennyezés, ez tényleg egy jelentős probléma. És itt van egy ilyen 167 méter hosszú barlangrendszer, barlangjárat, ahol meg egy egészen nagy populáció él, és aztán a víz később feljön a felszínre, és a környező lakosságnak tulajdonképpen az ivóvíz készletét adja víztározó formájában. Mi volt a kutatásunknak a célja? Hát az elsődleges célja az volt, hogy kifejlesszünk egy olyan módszert, a genetikán alapuló módszert, aminek a segítségével azokból a barlangokból, ahol nem pontosan tudjuk, hogy nem tudjuk, hogy él-e az állat, vagy csak sejtjük, hogy él, ki tudjuk mutatni a jelenlétét. És ehhez a környezeti DNS-nek a módszerét hívtuk segítségül. Mi az a környezeti DNS, vagy ugye az angolból, az environmental DNA-ből eDNS-nek szoktuk csak nevezni. Az élő szervezet genetikai anyaga, ami az élettelen környezet mintázásával mutatható ki. Magyarul nem kell hozzá megfogni az állatot és megmintázni, hanem megmintázzuk a környezetét, a talajt, a törmeléket, vagy ugye ez esetben a vizet, és abból mutatjuk ki az állatnak a DNS-ét. Ezt korábban mikrobiológiában gyakran használták ezt a módszert, főleg a talajnak a vizsgálatára, de az utóbbi néhány évben már gerinces vagy éppen gerinctelen állatoknak, vízi élőlényeknek a kimutatására is használják. Kétértőekre először 2009-ben fejlesztették ki ezt a módszert. Itt az amerikai ökörbékának látható a fényképe, sajnos betelepítették Európába, és egy 10.000 négyzetméter nagyságú tóból 15 milliliter víznek a merítésével sikerült az amerikai ökörbékának a DNS-ét kimutatni. Tehát egy rendkívül érzékeny módszerről van szó. Hogyan lehetséges ez? Hát úgy, hogy a vízbe belekerülnek az állatnak a darabjai, bőrdarabok, ürülékdarabok, és ezek bizonyos időn keresztül még kimutathatóak maradnak. Ugye a környezeti tényezőktől függ az, és hát az élőhelytől függ, hogy milyen sokáig marad ez a DNS olyan formában, hogy tényleg ki lehet mutatni. Akár órák alatt degradálódhat, de van olyan például egy magas hegységi tónak a mélyén, ahol akár évezredekig fennmaradhat a DNS kimutatható állapotban. Úgy találták, hogy a vizekben, tehát a tavakban, patakokban körülbelül 2 hétig marad a DNS olyan állapotban, hogy például a kétértőeket ki lehessen mutatni. Úgyhogy úgy döntöttünk, hogy ezzel a módszerrel megmintázunk néhány olyan élőhelyet a dinári karszt vidékről, ahol egyrészt tudjuk, hogy pontosan tudjuk, hogy él a Proteus, ezeket zölden jelöltem, összesen 16 barlangot mintáztunk meg. Ezt onnan tudják, hogy mondjuk az elmúlt néhány évben látták az állatot, vagy éppen a barlangi búvárok lemerültek, és még akár információjuk van az állomány nagyságáról is. És pirossal jelöltem azokat az élőhelyeket, vagy azokat a helyeket, ahonnan mintát vettünk, és ahol nem voltunk biztosak abban, hogy megtaláljuk-e az állatot, mert itt vagy irodalmi adatok alapján, vagy anekdóták alapján tudjuk azt, hogy esetleg él az állat. Ezután bevittük a mintákat a laboratóriumba, és megkezdődött a módszernek a fejlesztése és a véghezvitele. Ezt nem fogom részletezni. A mitokondriális DNS-t vizsgáltuk, és jól lehet a mitokondriális DNS 16.000-től fölfelé számú bázispár hosszú, bázispár tartalmaz, ugye mivel a DNS nagyon töredezett állapotban van jelen a vízben, ezért egy nagyon rövid 60 bázispár hosszú szakaszt választottunk ki, és ezzel dolgoztunk tovább.
Ezt a 60 bázispár hosszú szakaszt felerősítettük a polimeráz láncreakció segítségével, és aztán, ugye, mivel megjelöltük ezt a DNS szakaszt fluoreszcens festékkel, a megfelelő gépen, ugye a szekvenáló gépen, szekvenátoron megpróbáltuk kimutatni a fluoreszcens jelnek a detektálásával, hogy vajon jelen van-e a vízben a Proteusnak ez a 60 bázispár hosszú kis DNS szakasza. És hát így nézett ki az, amikor jelen volt a DNS, hogy 60 bázispár hosszú fragmentnél egy pozitív csík volt tulajdonképpen. És hát itt láthatók az eredmények. Ugye világos zölden jelöltem azt, ahol tudtuk, hogy a Proteus jelen volt, és hát nyilván onnan ki is tudtuk mutatni az állatot, de nagyon jó eredmények születtek abban, hogy a többi helyen, ahol csak anekdóta vagy esetleg irodalmi adat létezett korábbról a faj előfordulásáról, ott is megtaláltuk az állatot, kivétel egy helyet, ahol sajnos nem sikerült kimutatni. És hát az volt a fantasztikus, hogy olyan helyekről megtaláltuk az állatnak a DNS-ét, és meg tudtuk mondani, hogy él a barlangban, mint például itt, ahol tényleg csak egy ilyen kis kibukkanó forrás látható, és nem is igazán tudják, hogy milyen barlang van a háttérben. Csak nagyjából sejtették, hogy ott is jelen lehet a faj. Vagy ez a nagy víztározó a Rupecsica barlangnak a kijáratánál, vagy pedig ez a gyors folyású patak, ami a barlang kijáratánál itt a szikla peremén hagyja el a barlangot, a víz. És hát most az a terv, hogy ennek a módszernek a használatával végigjárjuk a tinári karszt olyan barlangjait, ahol esetleg még előfordulhat a barlangi vakgőte, és ezzel elősegítjük a fajnak a gyakorlati természetvédelmét, hiszen bármiféle kutatás a jövőben csak azon alapulhat, hogyha pontosan ismerjük a fajnak az elterjedését, és tudjuk, hogy hol találjuk meg. És hát végezetül, amíg megköszönöm a figyelmet, addig bemutatom ezt a rövid kis filmet, és hát szeretném megköszönni, hogy eljöttek és meghallgattak, illetve mindenkinek, aki segített a kutatásban, és természetesen a meghívást. Köszönöm szépen! Én ebben nem vettem részt, nem biztosan tudom megmondani, de ezt tudom, hogy nagyon sok előadást tartanak, tehát a helyi lakosoknak elmagyarázzák, hogy miért fontos ez a faj, és szórólapokat és egyéb kiadványokat készítenek. Amit láttam, hogy, és ami nagyon vonzó, főleg az iskolákban, hogy készítenek kis plüss, meg ilyen kötött proteuszokat, fülbevalót, amit én is hordom, illetve egyéb olyan promóciós tárgyakat, amivel egyáltalán megismertetik ezt az állatot a nagy közönséggel, hiszen nagyon sokan nem is tudják, hogy létezik, és ott él valahol a környéken. Igen. Elnézést, csak az úr mondta. Igen. Nem azt tudja, hogy nagyobb az összefüggés, különböző víztározók között van átfolyás. Ezt valahogy vizsgálták el, ugye, mert akkor eljutott a fényelésnek a másik. Így van. Hát úgy tudom, hogy bizonyos barlangrendszereknek, bizonyos barlangrendszereken belül valóban tudják, hogy milyen irányban és hogyan folyik a víz, de nem mindenhol. És mi itt a mintavételeink során három barlangrendszert vizsgáltunk, tehát például volt olyan, hogy tudtuk, hogy ha a Rupecsica barlang kifolyásánál veszünk vizet, illetve hogyha a víztározónál veszünk vizet, akkor az nyilvánvalóan ugyanaz a rendszer. Tehát elvileg mind a kettőnél ki kell, hogy mutassuk az állatot. Persze az eredményeink függtek attól is, hogy mekkora az az állomány. Tehát ott például, amit mutattam a képen, a Rupecsicának az első részénél, ott nagyon nehezen tudtuk kimutatni az állat DNS-ét, tehát nagyon sokszor kellett újra próbálni a reakciót. Végül sikerült, de ott tudjuk, hogy nagyon kevés állat él, és következő területen, ahol meg tudtuk, hogy hatalmas populáció van, ott könnyű volt. De valóban egy barlangrendszeren belül több helyről is ki lehet mutatni. A szenzitivitását láttak a módszertől nagyon jó, és mennyire specifikus ez? Abszolút 100%-os? Igen, ez teljesen specifikus, tehát úgy terveztük a primereket az elején az egész molekuláris vizsgálatnak, hogy ez kizárólag a Proteusra működjön, és leteszteltük
közelrokonfaj, illetve ugye a Proteusnál nincs közelrokonfaj Európában, de leteszteltük olyan fajokon, amik még ott abban a barlangban előfordulhatnak, például kétéltű fajok, illetve most fogjuk még halakon tesztelni, de az alapján, ami a génbankban fellelhető szekvenciák, az alapján ez kizárólag a Proteusra specifikus, így van. Igen. Kicsit ehhez kapcsolódik, hogy milyen negatív kontrollt tudtok használni. Tehát honnan veszek olyan vizet, vagy olyan tiszta víz, az igen. Igen, igen. Hát egyrészt ugye minden, amikor izoláljuk a DNS-t, mindig van egy izolációs negatív kontroll, ami általában csak víz, de ott, tehát Horvátországból szereztünk olyan negatív kontrollt, Zágráb környékéről, ahol egész biztosan nem él a Proteus, tehát nyilván a dinári karszt területéről nem biztos, hogy érdemes negatív kontrollt szerni, úgyhogy konkrétan mi egy ilyen Zágráb környéki barlangot használtunk negatív kontrollnak. Illetve mindig teszünk mellé azért csak vizet is, de igen, igen, igen. Illetve egyszer Dunavízzel is kipróbáltam. Na, de és az egy erre gondolom, hogy a Dunavízet megkészítek egy negatív kontrollt, mert az sem biztos, hogy az nem, vagy biztos. Hogy micsoda? Hát, hogy biztos, hogy negatív, tehát ja, igen, igen, igen. Nem, mert úgy tudom, és itt barlangász kollégák mondták nekem, hogy állítólag aktelekre betelepítették a Proteuszt jó pár évvel ezelőtt, legalábbis van róla. Melyik barlangba, Gergő? Nem tud. A Baradla barlangba. Aha. Tehát tervezzük, hogy... Igen. Hogy esetleg onnan is szerzünk mintát, hoznak nekünk mintát, és akkor ezt is meg fogjuk nézni, hogy esetleg... Hát, ha Magyarországon is megtelepedett ez a faj. Én kérdezik egy ilyet, a 12 és fél évente 35 pete statisztikát, ezt milyen exakt módszerekkel sikerült kérni? Nem tudom, de szívesen átküldöm a cikket, amiben olvastam. És hogy hát, hogy ennek függvényében gondolom magának a fajnak az embriológiájáról például nem sokat tudok, hiszen akkor nem sok embernek volt alkalma megfigyelni, hogy is fejlődik ez az állat. Így van, így van. Úgy tudom, hogy körülbelül ilyen 40-50 évre visszamenőleg vannak adatok. Persze az, hogy az átlagos életkor, azt nyilván hosszabb idő alapján számolták ki, de úgy tudom, hogy a hasznos adatok azok ilyen fél évszázad körülbelül.